Kell valami olyan dolog, amiért is érdemes harcolni, érdemes küzdeni, amiért érdemes a már elért dolgokat, a már kiárt utakat elhagyni. Hogy megmártozol, még a belső maradványfélelmekben, maradványvágyakban, még az utolsó kísértések megtörténnek, és aztán kész tisztán, és onna akkor van meg a fókusz. Na az, 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 a küldetés, az az igazi küldetés. azt gondolom, hogy a, 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 férfivá válás az egy, az egy rang, egy elismerés, amit a környezetettől kapsz, attól a környezettől, akik már szintén férfiak. Tudom, hogy ennek a férfivá válási folyamatnak ö, kezdhetnénk talán azzal az alapjait, hogy, hogy, ö, a nővé egy nővé válás egy, természetes folyamat, ahogy, ahogy a, 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 nő érik, változik, vagy a lánya, hogy érik, változik, nővé válik, de a férfinál ez nem jelenik meg természetes módon. És a férfinak van egy, egy nagyon jellegzetes sajátossága, egy olyan fajta küldetés tudat, ami, ami én azt gondolom, hogy talán leginkább férfivé teszi a férfit. Ez a küldetés tudat, ez két dologból tevődik össze. Egy, egy belénk kódolt vágy, vágyódás, amit hogyha szimbólummal jeleznék, ez a férfi szimbólum, akkor ez a felfele mutató nyíl, ugye a nőnek az ellenkezője, ez a lefele mutató nyilván, inkább a befogadás szimbóluma, ez pedig a fókusz szimbóluma. És ez, ha egy szóval akarom kifejezni, akkor ez számomra a transzcendens. Ami, ami annyit akar, hogy az adott állapotból tovább lépő. Ami szimbolizálja azt, hogy mindig meg akar hódítani, mindig fel akar fedezni, sosem tud megülni a fenekén, mindig megy megy, 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 megy keresi a kihívásokat az életben, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ez mindenkiben benne van férfiként. Nőként is, de majd arra, arról külön beszéljünk. A gond csak azzal van, hogyha ez a kis nyilacska, ez nincsen irányba állítva. Mert ez kell egy irány is, kell valami olyan dolog, amiért is érdemes harcolni, érdemes küzdeni, amiért érdemes a már elért dolgokat, a már kiárt utakat elhagyni és ez, 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 egy olyan, olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy mission, vagy küldetés, ami több, mint, mint, te. Természetesen te is a része vagy, de, de azon túl mutat. És most a végéről kezdtem azt a történetet, hogy, hogy, hogy mi a férfinek a három aspektusa, vagy mi az a három lépés, ami végigmegy a férfi. Ugye az első self, amikor, amikor az egyén kifejlődik egy olyan szintre, hogy önazonos életet tud élni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne másnak az életét éld, ne apukádét, anyukádét, a környezetét, ne azért tegyél általad férfiasnak gondolt dolgokat, mert azt gondolod, hogy a környezet ezt várja el tőled. Megtalálod azt az életet, amiben azonosan tudsz működni, ez egy szuper dolog. Aztán rájössz arra, hogy, hogy összekapaszkodva másokkal, olyanokkal, akik hasonló értékrendel bírnak, mint te, sokkal többet tudsz elérni. Ebből jön létre a törzs. Amikor megvan a törzs, és, és rájössz arra, hogy elsajátítod azt a gondolkodást, hogy, hogy valamire szükséged van, az már nem csak neked szükség, hanem az egész törzsedben gondolkodsz, hogy a törzsednek enni adni, a törzsednek... Behozni a tudást, a, törzsednek, a törzsedet fejleszteni, ez egy, ez egy sokkal magasabb gondolkodás, azt gondolom. És akkor a harmadik szint az, amikor megérkezik a férfiban a, a vágy arra, a valami többre, ez egy hívás, amikor kibontakozik benne ez a transzcendens élmény, hogy valami többet szeretne annál, mint amit itt a világban kézzel tud fogni, és akkor ilyenkor jön be egy küldetés, egy, egy mission, már abban az esetben, hogyha ezt valaki behozza. És akkor itt, itt, itt beszélhetünk arról, hogy miért van az, hogy a férfi válláshoz kell egy külső személy. Ugye ez a külső személy, egy másik férfi nagybetűs, férfi nagybetűs apa, guru, tanító, férfikör, bárki olyan, aki már rendelkezik ezzel a fajta küldetéssel. Ez a küldetés, ez pontosan micsoda, ez azt gondolom, hogy egyén válogatja, de legtöbb esetben valamilyen szinten a tudás átadása, valamilyen jellegű tanítás, lehet, lehet ez egyfajta jótékony vonal is az emberek segítése, azoknak a támogatása, akiknek még nincs meg a, a saját ereje talán. Én ebben, ebben tudnám ezt így nagyjából összegezni. Amikor megdolgoztuk a félelmeinket, ugye észrevesszük azt, hogy ez nem egy jó út, szembe kell ezzel kell nézni, meg kell ezeket oldani, akkor lépünk egy magasabb szintre, általában olyankor elkezdjük követni a szív útját, ami, ami egy bizonyos fokon a vágyaknak a, a, az útja. Rájövünk arra, hogy oké, hogy a megdolgoztuk, most jönnek a vágyak, és azzal ugyanolyan könnyen azonosul az ember, mint ahogy régebben azonosult a félelmeivel, de az, hogy nekem van egy vágyam, és abból következik egy, egy mission, az még mindig nem az igazi küldetés. Nagyon fontos, és véletlenül sem mondom azt, hogy ezt ne kövesd, mert úgy tudod végigjárni azt az utat, és, és ott tudsz rájönni, hogy nem ez volt az az út, amit, amit járnod kell. De ez a tapasztalat, ez muszáj, hogy a tied legyen. Ezt külső személy nem adhatja át, hogy figyelj, az rossz irányra nem menj. Ez így, ez így sajnos nem működik. És aztán, a, aztán ezután jön egy olyan állomás, hogy mondjuk úgy, hogy kimaxoltuk a, a félelmeket, meg kimaxoltuk a, a vágyakat, és megjelenik benned egy üresség, hogy és mi van most. És, és olyankor jön az a szakasz, amikor visszavon, úgy, a jóga úgy fogalmaz, hogy visszavonod az érzékeidet, ilyenkor általában elvonul a férfi, letesz mindent, és egy ilyen belső munkába indul. Ez, ez nagyjából, ami a Bibliában, ugye ez a Jézusnak a 40 napos sivatagban körülbelül ahhoz tudom hasonlítani, hogy megmártozol még a belső maradványfélelmekben, maradványvágyakban még az utolsó kísértések megtörténnek, és aztán kérsz tisztán, és oh, na, akkor van meg a fókusz. Na, az, 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 a küldetés, az az igazi küldetés. És, és az nagyon jó, hogy ezt a témát, mert ezt nagyon gyakran látom, hogy, hogy az emberek egy bizonyos fokon magukévá teszik ezt az elméletet, hogy igen, nekem kell egy küldetés, de nem, nem az igazi küldetésükön vannak, és becsapják magukat azzal, hogy, 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 elhitetik, hogy ez az igazi küldetése, és hogy ezt azért csinálom, mert, mert ezzel segíteni akarok másoknak, holott abszolút önös érdek, amivel egyébként nincsen semmi baj, csak azzal van a baj, hogyha ezt ő nem látja. A nőknél valamennyire természetesen jelennek meg különböző beavatások, például ugye a ciklikusság, a vagy a szülés, nekünk egyik sincs. Mégis azért azt tapasztalom, hogy azért a fiúból férfivá válás is megkövetel egy-két beavatást. Tudsz erről esetleg egy picit mesélni, hogy... Hát, inkább azt mondani, hogy követelne. <laughs> Sajnos ez nem történik meg. Azt gondolom, hogy most ma a férfivá válást azt nagyjából azzal azonosítjuk, hogy megvolt -e az első numera, vagy sem. Uh -huh. És akkor, hogyha megvolt, akkor, akkor te már az vagy. Vagy hogyha lerészegettél annyira, hogy ne tudj magadról, akkor most már férfi vagy. Ez, ez semmiképpen nem jelenti azt. Én azt gondolom, hogy a, a, a férfivá válás az egy, az egy rang, egy elismerés, amit a környezetettől kapsz, attól a környezettől, akik már szintén férfiak. És sokkal, sokkal inkább köthető egyfajta megbízhatósághoz. A megbízhatóság pedig abból fakad, hogy te tudod, hogy hol vannak a határaid. Az, hogy tudod, hogy hol vannak a határaid, pedig abból fakad, hogy folyton kihívásban élsz. Ez megint nagyon könnyen félreérthető és félmagyarázható. Ez nem azt jelenti, hogy szenvedésben élek, hanem azt jelenti, hogy nem várom meg, még az élet a, a kihívásokat, a, a, azokat, amiket sokszor tehernek élünk, meg azt úgymond rám nyomja. Nem, nem, nem az az életem, hogy elmenekülök a barlangom legmélyebb, legsötétebb zugába, és, és próbálom kibekkelni ezt az életet, hogy, hogy úgy úgy túléljem, hanem, hanem igenis az, hogy fölkelek, és keresem a kihívásaimat. Mert azáltal, hogy keresem ezeket a kihívásokat, azáltal én választatom meg az időt, és én választatom meg a helyet, hogy, hogy hol és hogyan küzdjek meg ezekkel. Ezek a küzdelmek a már nagyon elcsépelt zónás témához kapcsolódnak, ahol ugye a fejlődésem az abból jön létre, hogy én mindig egy picit meghaladom ezt a komfortzónát. Ez egy pulzáló mozgás, ami, ami azt jelenti, hogy az adott állapot, tudatból egy kicsit kipulzálsz, egy kicsit kitávolodsz a komfortzónából, majd egy kis időt töltesz el ennek a tudatosításával, beélésével, majd újra pulzálsz egyet, újra beéled. És ez, egy, ez, ez, maga az élet, ha megfigyeled, ez a pulzálás, ha megállt, meghaltál. Ez egy, ez egy annyira természetes velejárója a történetnek, hogy, hogy, hihetetlen, és ha te ettől, ettől, menekülsz, akkor, akkor az azt jelenti, hogy egy durván játékos vagy, és a biztonsággal igazándiból a nem változást keresed, ami maga a halál. És ha képes vagy ráébredni arra, hogy ez a pulzálás, ez maga az élet, az maga a boldogság, és hogy minden boldog pillanatod egy ilyen önfelett ö, állapotban volt, ahol nem volt meg úgymond a biztonság, nem volt meg a kontroll, akkor, akkor jó úton jársz, mert akkor, akkor nem fogod kerülni ezeket a dolgokat.